Juhász Nóra vagyok, az én első évem a képzőn elég egyedi volt. Olyan szempontból, hogy engem fölvettek 18 évesen látványtervező szakra, így elsőre, ahol 3 szemesztert húztam le, és aztán ott hagytam. Kijöttem fél évet, újra felvételiztem festőszakra, és én most itt vagyok 4 éves. Mert én jöttem 18 évesen egy ilyen baromi nagy sunggal, iszonyúan lendületlen, nagyon ambiciózus, olyan, hogy majd jövök, megvalósítom magam, én az egyetem, végre azt csináltam, amit akarok, és megtanulom az embereket, akikkel dolgozni fog, és ez, hogy milyen szuper lesz, hogy ez egy ilyen nagy flow élmény lesz, és hát természetesen nem az volt. Végszem vettem ezt az első 3 szemesztert, egyáltalán nem tehetem a helyemet, és aztán kellett ahhoz tulajdonképpen 2 év, hogy eljussak odáig, hogy de én ezt akarom, én úgy döntök, hogy én ezt akarok, úgy döntök, hogy energiát akarok belerakni, és meg akarom magamnak csinálni. És aztán, amikor újra felvételiztem festőszakra, akkor megkérdezték tőlem a felvételin, hogy és mit várok ettől. És én akkor már azt tudtam válaszolni, hogy voltak éppen semmit. Egy műtermet akarok, egy helyet akarok, ahol dolgoztatok, és ahol csinálhatom azt, amit akarok. És ugye ez még plusz segítséget, meg visszajelzéseket kapok, az bőven elég. És hát fölvettek ez a 4 év, ez már tök jól. Nekem nagyon jó volt ez a 4 év igazából. De 18 évesen én abszolút éretlen voltam ehhez. Ez biztos, és szerintem a többség az. A másik része viszont tényleg az, hogy a képző nem nagyon könnyítette meg, mert hát a magyar oktatási rendszer mint olyan, ezt az egészet. Ide jön az ember egy gimnáziumból, és nem tudja, hogy működik ez az egész, még félig gyerek. És én azt hiszem, hogy baromi nagyok az elvárások, iszonyú hirtelen kellene váltanom, de közben semmilyen választási lehetőségem nincs. Én most Párizsban tudok Erasmus ösztöndíjat, az ember magának válogatja össze az óráit. És hát elég sok motivációt ad. De a képzőn eszetlenül sok órám volt, és azt éreztem, hogy semmi játszóterem nincs, ez egy ilyen merev rendszer. És ezt meg kell tanulni szerintem először, bele kell jönni ahhoz, hogy az ember tudjon ebből tényleg profitálni. Mert meg energiát kell berakni, dolgozni kell. És akkor működni fog.